már beállítottam, a kezdetembe jöttem, és a mondták iskolába járok, és egyetemes. Csodikus vagy. És amit látom, te is azért szeretsz szerepelni. Igen. Jó, akkor remélem, hogy itt maradsz velem. Oké? Na, bízom benne. Jó, és akkor, mint egy jó diák, ugyebár megkezdett mindjárt puskázni, egy dolog is következik. De előtte, lennék nagyon kíváncsi csajok. Volt locsoló? Igen. Gyertek kicsit előrébb, jó? Na, hányan locsoltak meg? Ketten. Hát, több mint a semmi. És téged? Sokan. Sokan? Ki locsolt meg? Etele. Etele? Ő ki? Csongor. Ja, kit van mögötted, ugye, tesó? Uh-huh. Tehát őt meglocsoltad. Mást is locsoltál? Igen. Jó, akkor soklányt el kell menni meglocsolni, hogy elhervadjanak. És téged? Sokan meglocsoltak, kis tündérke? Igen. Jó, van, akkor biztosan fogsz elhervadni. És gondolom téged is, ugye? Jó. Oké. Okay. Hát én fölkérném az úriembert, hogy mondjon nekünk valami szép kis locsoló verset, tudsz? Gyere akkor, állj ide. Hadd halljam. Egy kis kertészlegény vagyok, rózsafákat locsolgatok. Azt hallottam az éjszaka, itt is van egy rózsafa. Szabad-e locsolni? Hát köszönöm szépen, nem gondoltál? Hát te gyönyörű szép első, egy nagy tapsot érdemelt Csongor, azt hiszem. Nagyon jó. Hát akkor itt a hölgyeket még locsold meg, ami késik, az nem múlik, tudod. Van még? Nincs. Jó. De ha eszedbe jut, akkor felhívd, csípj meg, és akkor elmondhatsz egy következőt, jó? Oké, lányok, Csongor. Csak a lányokhoz akartam mondani, nektek is van kedvetek verset mondani, ezért lehet. Nincsen? Nem baj, mert hát, ha megjön az ihlet, jó? Nos, akkor megyünk tovább. Csongort arra kérem, hogy akkor állj oda a hölgykoszorúhoz, jó? És ismeritek-e, gondolom szeretitek a meséket, ugye? Hát te már kinőttél belőle, feltételezem. Antónia, te a mesét néz? Igen. Mi a kedvenced? Nincs. Nincsen? Nektek lányok? Nekem Elsa. Elsa? És neked? Nekem a Tom és Jerry. Aha, hát ezt én is nagyon szerettem, az tényleg nagyon jó. Figyeljetek ide, és tudjátok, hogy melyik az a kis ravasz állatka? Aki a kis ravasz, és róka? Igen. Na, hogy hívják? Ravasz róka. De mi a neve az? Arra emlékez? Erre viszont emlékeztek rá, de hátha. Na? Vú. Hangosan. Vú. Ez az. Na, hát azért volt, aki kitalált egy kész hölgy, aki ugye emlékszik rá, talán láttál is belőle egy pár részt, ugye? Igen. Jól van, Antónia, nagyon helyes, ismered a dalt is. Oké, akkor következik a vuk. Figyeljetek, mert a közép részen lesz majd ilyen tánc is, jó? Majd mutatom a lépéseket. Már... Yeah.
Köszönjük szépen!